mindenki. De volt még egy nagyon érdekes napirendi pontja ennek a nicei zsinatnak, ez pedig az volt, hogy abban az időben a keresztény világban fölütötte a fejét egy eretnek mozgalom. Ez az ariánus eretnekség volt. Az ariánus eretnekségről azt kell tudni, hogy egy bizonyos Arius nevű pap terjesztette, ő volt a fő képviselő ezeknek az eretnek tanoknak, és ő azt hirdette, hogy hát ő alapvetően elfogadta ugyan a zsidó és a keresztény szent iratokat, de Jézus Krisztus istenségét nem fogadta el. Tehát azt mondta, hogy Jézus Krisztus egy nagy proféta, hatalmas tanító, minden nagyon hasznos és nagyon jó, amit ő mondott, de nem volt egyenlő Istennel, tehát nem Isten fia. Tehát tulajdonképpen Krisztus istenségét elutasította. És a nicei zsinaton tárgyalták meg tulajdonképpen ennek a eretnek mozgalomnak a tanításait, és végül is úgy döntöttek, hogy ezt a mozgalmat kiátkozzák. Tehát ez már nem illett bele, tehát ez már fölvállalhatatlan és elfogadhatatlan volt a keresztény világ túlnyomó többsége számára, és ekkor Ariust a követőivel együtt kiátkozták. Uwe Topper figyelt föl arra, hogy milyen érdekes, hogy az ariánizmusról hallunk még ugyan a 300-as évek vége felé is egy keveset, még a 400-as évek elején is, még Attiláról is föl van jegyezve, hogy a Ravennában az ariánus érseket ugye eltüntette az útból Leó pápa biztatására. De a későbbiek során nem hallunk az ariánizmusról, a téma lecseng, ez az eretnek mozgalom megszűnik. És Topper fölhívta a figyelmet, hogy vegyük észre, hogy 3 évszázaddal később fölbukkan egy másik jelentős vallási mozgalom, amely alapvetően ugyanúgy elfogadja a keresztény és a zsidó szent iratokat, de Jézus Krisztus istenségét épp úgy kétségbe vonja. Ez a vallási mozgalom pedig nem más, mint az iszlám. Tehát az a mozgalom, amit ma iszlámként ismerünk. És ekkor értette meg az ember, hogy tulajdonképpen a 300-as évek ariánus mozgalma, az a 3 fiktív évszázadot követően már iszlámként él tovább. Tehát nagy valószínűséggel Arius kiátkozása és Mohamed futása, ugye tudjuk, hogy az iszlám akkor vette kezdetét, amikor Mohamed Mekkából Medinába futott, ennek a hagyományos dátuma 622. A nicei zsinat, amikor Ariust kiátkozták, ez 325. És érdekes módon a két dátum között pontosan 297 év különbség van, tehát pontosan annyi, mint amennyit Heribert Illig fiktívnek tételez föl. És hát ugye ez a dolog, tehát az ariánis eretekség kezdetének a 297 évvel való későbbre csúsztatása, ez más dolgot is megmagyaráz nekünk, tudnik, világosá teszi, hogy miért épp 297 évet csúsztattak be az időszámításba. Topper ugyanis fölhívja a figyelmet arra, hogy a nicei zsinaton, ha használtak bármilyen időszámítási rendszert, az egészen biztos, hogy nem a Krisztus szerinti időszámítás volt. Hát egész egyszerűen azért, mert még akkor észbe se jutott senkinek, hogy Krisztus szerint kéne számolni az éveket. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy majd 2 évszázaddal később, 525-ben jön először egy Dionysius Exiguus nevű, egyébként szkíta származású szerzetes, és ő veti föl elsőként, hogy talán méltó lenne, ha nem mindenféle pogány időszámítási rendszereket használnánk, hanem Krisztus születésétől számítanánk az éveket. De hiába vetette ezt föl Dionysius Exiguus 525-ben, még évszázadok kellettek, mire ez széles körben elterjedt. Ugye tudjuk, hogy a 700-as években élő angol krónikás Beda már Krisztus szerint számolta az éveket, de még neki se támadt követője hosszú időn keresztül, és majd az ezredforduló után keletkeznek csak olyan krónikák, amik ténylegesen a Krisztus szerinti időszámítást használják. Tehát Uwe Topper fölhívta a figyelmet arra, hogy a nicei zsinaton, ha használtak bármiféle időszámítást, az semmiképpen nem lehetett a Krisztus szerinti időszámítás. Mit használtak akkor helyette? Topper erre is választ ad, elmondja, hogy a katolikus egyház, tehát az egyetemes keresztény egyház még azt megelőzően, mielőtt a keresztény időszámítás széles körben elterjedté vált volna, a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszert használta. Ami ugye 44 évvel nagyobb dátumokat jelent, mint a Krisztus szerinti időszámítás, mivel hát ugye időszámításunk 44-45-ben került sor a Julián naptár bevezetésére. Ha tehát a nicei zsinaton ők használtak bármiféle dátumot, akkor ők era szerinti dátumot használtak. Ennek a 325-ös dátumnak az era szerinti éve viszont már nem 325, hanem 44-jel több, azaz 369. És ekkor értjük meg, hogy miért pont 297 évet iktattak be az időszámításba. Azért,
Mert ha ez a 369-es era szerinti évhez hozzáadok 297-et, akkor eredményként éppen 666-ot kapok. Tehát tulajdonképpen ők azt szerették volna kifejezésre juttatni, hogy az az eretnek mozgalom, amely most őróluk leszakadt, amely Krisztus istenségét kétségbe vonja, megkérdőjelezi, az minden definíció szerint egy antikrisztusi mozgalom. Hiszen ki más lehetne antikrisztusi, ha nem az, aki Krisztus istenségét kétségbe vonja. Tehát még azt sem tudom mondani, hogy logikátlanul jártak volna el, teljesen logikusan jártak el. Ezt a dátumot, amikor ez az eretnek mozgalom elindult, 297 év hozzáadásával mesterségesen a félelmetes 666-os évre rögzítették, azért, hogy a saját híveiket tulajdonképpen ezáltal is visszatartsák attól, hogy ezt az eretnek mozgalmat kövessék. Tehát ezáltal is azt a jelzést szerették volna küldeni az emberek felé, hogy ne kövessétek ezt a mozgalmat, mert ez sátáni. És tulajdonképpen ez ennek a 297 évnek az eredete tulajdonképpen. Na de ezek már mind ismert információk.